Diáknapot tartottak a Bibó gimnáziumban. Az idei jubileumát ünneplő intézményben változatos programokkal készültek erre a rendezvényre. Picit módosítottunk az eddigi megszokott trenden. Most délelőtt egy játékos vetélkedőt szerveztünk a tanulóink számára, amiben minden tanulócsoport részt vesz. Minden patronusi csoportunk egy helyszín feladatát kitalálta, ők is csináltatják meg a többi csoporttal, és mindenféle feladat megjelenik, tehát az ügyességitől, a szellemi feladaton keresztül, természetesen sporttal egybekötve. Itt vagyunk a ti állomásotokon, mi lesz annak a csapatnak a feladata, aki hozzátok kerül? Hát a diákoknak különböző városok neveit és különböző híres építményeket a világban kell majd önmagukból szoborként megformálni. Mennyire lesz szerinted nehéz ez a csapatok számára? Hát talán az ilyen építmények nehezebbek lesznek, a szavak azok szerintem könnyebben megoldhatóak. Bár a szavak kirakása egyszerűnek tűnhet, azért az egyik osztály sokáig küzdött Las Vegas könnyűnek tűnő nevével. Végül összeállt a kép. Egy másik állomáson hamupipők is feladattal várták a versenyzőket, itt lencséből kiválogatott gyöngyöt kellett felfűzniük a fiúknak és a lányoknak. Egy következő helyen megint a szavak jutottak főszerephez. Nyelvi előkészítősek vagyunk, tehát így feladatunkban is szerettük volna ezt tükrözni. 6 darab idegen nyelvi német és angol nyelvszörőt kell összerakni a csapatoknak, és ez alapján kapják a pontokat. Mi lesz akkor, hogyha valaki elkészíti a nyelvtörőt? Lesz-e utána még valamiféle feladata? Hát el kell énekelni, vagy el kell rappelni az egész osztálynak, és akkor az egy plusz pont még. Olyan állomáson még nem jártam, ahol étel illata terjengett volna a teremben. Mit kaptatok feladatul? Gofrit kellett sütnünk, és ki kellett díszíteni lekvárra. Mennyire volt ez neked testre szabott feladat? Hát én nagyon szeretek sütni, szóval teljesen jó volt. Gyerünk, várjunk, csináljátok! Druckerre délután is szükség volt, amikor minden osztálynak önálló műsorral kellett előállnia. Sokféle ötletet láthatott a közönség, hiszen a kőkorszaki szakik bevonulásától az antik görög istenek párharcán át a modern dalfeldolgozásokig mindennel megpróbálkoztak a versenyzők. Több helyen a patrónust is sikerült egy produkció erejéig a színpadra csábítani. A Made in Hungária az alapja, tehát a 60-as, 70-es években egy kicsit visszaköltözünk, és ami onnét van az, hogy egy ki mit tudott valósítunk meg szereplőkkel, együttessel, táncosokkal, és hát végül is egy hatalmas nagy össznépi banzája. Mi volt az, amiért pont azt gondoltad, hogy nektek ezt kéne előadni? Hát megnéztük Egerszegen a Hevesi Sándor Színházban az osztállyal, és nagyon megtetszett mindenkinek, mindenki beindult a szám végén. És hát úgy döntöttünk, hogy akkor legyen ez. Ez nagyon pörgős és magyar. Te milyen szerepet vállaltál ebben a darabban? Hát én a főszerepet vállaltam el. Ez olyasmi szerep, hogy én vagyok a főénekes az együttesbe. És ez az éneklés mennyire áll hozzád közel? Hát közel áll hozzám, mert végül is én ezt a zenét is szeretem, de igazából csak tátognunk kell. Annak, hogy hogyan szerepeltek az osztályok a délelőtt és a délután folyamán, természetesen tétje is volt, hiszen ezek összpontszáma alapján dőlt el, ki nyeri meg a nap fődíját. A győztes jutalma egy olyan dolog, amire nagyon vágynak a gyerekek, plusz egy napot adunk nekik a tanulmányi kirándulásukhoz. A második helyezettek egy feleletmentesítő kártyát kapnak, amit a tanév során bármikor felhasználhatnak, a harmadik helyezett pedig egy tortát kap.